Tamási József plébános, címzetes apát már második éve a Kartali Szent Erzsébet egyházközösség lelkipásztora. József atyát pappá szentelésének 40. évfordulója alkalmából köszöntötték az úrnapján tartott ünnepi szentmisén a Kartali Katolikus templomban. Bercel, Tiszakécske, Soroksár, Rákos Szent Mihály, majd Tiszaföldvár, Martfű és Homok után kerültél Kartalra, lettél a mi papunk. De ki is? Mi is a pap? Erre az új szövetségben Pál apostol leveleiből választ kaphatunk, aki így ír a papról. Az evangélium szolgája, az egyház szolgája, Isten munkatársa, Isten titkainak védője, Krisztus küldötte, a kiengesztelődés szolgája, akire az Úr rábízta az egyház építését, az örömhír hírnöke, Isten intézője, aki felelős Isten egyházáért, aki Krisztusért és Krisztusban szólal meg. Csak néhányat említettem, de kitűnik félelmetesen nagy felelősség papnak lenni. Nem véletlenül választottad papi elmondatodnak, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled. Ezt minden szentmisében el is imádkozod. A Jóisten kegyelmébe ajánlunk Szent Patrik úti imádságával, hiszen mindnyájan úton vagyunk. Uram, Jézus, járj előttem. Ha lankadok, állj mögöttem. Pajzsomként lebegj fölöttem, jobbról, balról segíts engem. Mindig téged keresselek, mindig találkozzam veled. Minden léptemben szüntelen te, csak te jöjj szembe velem. Minden egyes pillantásom mindenkiben téged lásson. Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam. Amen, így legyen. Isten éltessen, erőben, egészségben. Itt hadd menjek oda. A minisztráns fiúk és a Mária lányok köszöntője után a Rózsafüzér társulat is lerótta tiszteletét a plébános előtt, majd a Szent Erzsébet madárkái énekkar és a Kartali Caritas nyújtott át ajándékot az ünnepeltnek. A Kartali asszonykórus külön énekkel méltatta az atyát. Tamási József plébános Szent János könyvéből hirdette az evangélium igéit. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Erre vita támadt a zsidók között, hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.
mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igény. A Vácot 1974-ben pappá szentelt József atya prédikációjában az áldozás jelentőségéről beszélt. Én úgy érzem, nem elég az, hogy fölmutatjuk a Szentostyát, mondván, hogy Krisztus teste, hanem föl kell mutatnunk az Anya Szentegyházat, amely ugyancsak, pontosabban nem is helyes grammatikailag így mondani, hogy amely aki ugyancsak Krisztus teste. Pál apostol találta ezt ki, és nagyon igaza volt. Krisztus teste, az egyház kell, hogy igazán fölmutassa magát Krisztust a világnak. És az egyház porcikái lévén ez úgy valósulhatna meg, hogy minden egyes kritikus pillanatban ne arra emlékezzek csak, hogy a Szentmisében amment mondtam arra, hogy Krisztus teste a Szentostya, hanem az is eszembe jusson, hogy akivel most itt együtt vagyok, találkozom egy autóbuszon, együtt vagyunk a boltban vásárolni, együtt vagyok kórházban, egy másik beteg lát engem, a másik vásárló, a munkatársam, családtagom, nem beszélve róla, annak azt mondhassam, talán ki nem mondott szavakkal, de azt mutassam be, amelyet ezekkel a szavakkal lehetne fémjelezni, kifejezni, hogy Krisztus teste, mert az egyház teste vagyok. Így jelentkezzünk le a pogány világnál. Azért is vágtam magamat ilyen tisztelet teljesen tisztelgő pozícióba. Itt van Krisztus teste. És ez a Krisztus test akkor is látható, ha nem a templomban van, hanem az előbb felsorolt helyeken, vagy bárhol máshol. Hát kérjük ezen a Szentmisén a Szentlélek Úristent, és kérjük persze a mi Urunkat Jézus Krisztust, hogy olyan magatartásúak tudjunk lenni, hogy nyugodt lélekkel, lelkiismeret furdalás nélkül tudjuk azt mondani a világnak, hogy az egyház tagja vagyok, és ilyen módon Krisztus teste vagyok én is. Lehessen érezni azt a pluszt az életünkön, amit annak köszönhetünk, hogy Jézus szíve dobog a mellkasunkban, a magunk szíve mellett. Hogy Jézus szerető tekintete sugárzik a mi tekintetünkből. Hogy Jézus mindenkit megsimogató keze vagyunk mi magunk is. És folytathatnám azokat a szituációkat, amikor Jézusra van szüksége a világnak, de az oltári szentséghez nem tudjuk oda kergetni, oda kényszeríteni az embert, de elé állni, és egy hívő keresztény élettel bizonyítani Krisztus jelenlétét a világban, nem csak, hogy meg tudjuk tenni, de kötelesek is vagyunk megtenni. Az áldozási szertartás után az úrnapi szentmise liturgiája az ünnepi körmenettel zárult, ahol az oltári szentséget kísérték a hívek. A negyedik stációhoz, negyedik oltárhoz érkeztünk. Észak, kelet, dél, nyugat, tulajdonképpen a négy égtáj szimbólumaként jelenítjük meg ezeket az oltárokat, Krisztus föláldozásának a helyszíneit,
ahol most nem szentmiséket mutatunk be ilyen alkalommal, hanem csak imádjuk az Urat. De egy kicsit, ahogy a templomban, a szentmisében is mondottam, azokra is gondolva, akik nem térnek be a mindenható Isten házába, akik nem kerülnek Jézus igazi vonzás körébe. Ezért a körmenet nekik is, nekünk is szól. Nekik is, mert fölmutatjuk feléjük is áldást osztva a szentségi Jézust. Ma Kartalon mindenki szentségi áldásban részesült. Bármely utca, bármely házában, bármely szintjén annak a háznak él. Olyan ez egy kicsit, mint mikor Kocsis Fülöp görögkatolikus püspökatya szentelt vízzé tette a Dunát. Akarva, akaratlanul, ma a Duna mellett sétálók szentelt víz mellett sétálnak. A halacskák szentelt vízben úszkálnak. Így megszentelve járhatja életének hátralévő útját itt Kartalon is mindenki, mert innen a templom melletti Szent Erzsébet kertből áldást kapott a szentségi Jézus által.